Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Kéne egy gamer cikk 22 milliós árengedménnyel? És mit szólnál, hogy azt mondanám, hogy van 911 turbó 28-al olcsóbban? Van itt McLaren 650S 15 milliós árengedménnyel, Lamborghini Huracán ugyanennyivel, de van itt egy 911 GTS, aminek 17 milliót esett az ára, ez ugye még az előző széria, és Rolls-Royce Cullinan, amiből most lecsapódott 66 millió forint értékvesztés. Mi van itt? Mi történik? Ez az angol luxusautós piac. Ellie Mason, egy autós vlogger, aki követi a brit luxusautós árveréseket, és az derült ki, hogy a luxus kategóriában egészen elképesztő árzuhanás ment végbe az utóbbi hónapokban. Ennek fogunk utána járni, iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán kezdünk is! Természetesen az angol autópiac polgári felére is igaz ez a visszaesés, viszont mivel a legdurvábbak az árcédulák a luxus kategóriában, ezért ott a leglátványosabbak. És nyilván kellett egy figyelemfelkeltő intro, de most azért nézzük meg, hogy mennyibe kerülnek ezek az autók az áresés után. Most ugye 22 millióval lett olcsóbb fontból átszámolva az a gamerci, de még mindig 25 millióba került, tehát nem fogják elárasztani a jobbos gamercik a budapesti utcákat. A Porsche 911 Turbo S a 28 milliós áresés után még mindig 60 millióért ment el. A McLaren 650S 10 évesen 15 milliót bukott, így már csak 27 millió, ami figyelembe véve a teljesítményét azért egészen durva diszkontárnak mondható. Az Huracán 63 millió forintért kelt el, a GTS ugyan olcsóbb lett 17 millióval, vagyis így 22 millióba kerül már csak, a Cullinan pedig igaz, hogy 66 milliót vesztett az értékéből, de még így 122 millió forintba kerül, azért 30% néhány hónap alatt. Hát itt ugye azt írta a posztokra Mason, hogy az elmúlt 5 hónap eredménye novemberben, tehát mondjuk ez a 2023 június, július, augusztus környéki árazáshoz képest 2023 év végére értendőek ezek a visszaesések, szóval, hogy néhány hónap alatt elbukni egy házárát az autón, azért az erős. A polgári piacon sem más a helyzet, csak nyilván a számok sokkal szelidebbek, hiszen olyan értékű autókról beszélünk, aminek az ára megfelel mondjuk a Cullinan 4 kerekének. De ezzel együtt is a kereskedők szerint akkora visszaesés, hogy ilyet 12 éve nem nagyon tapasztaltak. 23 októberében 4,2%-ról beszélnek, ami aztán novemberben ismét csak összejött, akkor is 4,2%. Ez átlagban 1625 font, azaz 720 ezer forintnyi csökkenést jelent. Ne a magyar használt piachoz hasonlítsuk, hanem az angolhoz, ott azért ez nem annyira drámai. Ellenben, hogyha mondjuk kereskedő vagyok, és a profit marginomat nézem, akkor úgy azért érezhető. Ezek a kutatások szerint 3 éves, vagy 100 ezer kilométert, ugye 60 ezer mérföldet futott autókra igaz állítások. Az a szervezet, ami figyeli, az a CAP, ami nem sapka, hanem CAP, ez a Car and Auction Prices rövidítése, ami a használt piaci árakat monitorozza Angliában. Érdekes például, hogyha beletúrunk a kutatásaikba, hogy a dízelautók még mindig 15%-kal a 2021-es árszint felett vannak. Mi lehet ennek az oka? Itt csak latolgatni tudok, valószínűleg arról van szó, hogy egyre kevesebb az elérhető dízel. Ugye sok gyártó egyszerűen csak kivezette, másoknál is szűkül a kínálat, ezért aki dízelautót akar venni, a nehezebb a dolga, ez a használt piacon is nyomot hagy, tehát kevesebb van belőle, értelemszerűen felmegy az ár. Ezzel szemben az elektromos árai 20%-kal olcsóbbak, mint 2021-ben, ugyanebben az időszakban, vélhetően azért, mert egész egyszerűen telítődött a piacuk. Ellentétben a dízellel, ami éppen kiveszőben van, az EV-k, az elektromos autók, azok viszont úgymond túltelítődnek a piacon, mert sokat tolnak ki belőlük a gyártók. De miért olyan fontos ez a 2021? Hát azért, mert ugye akkor volt a Covid. Nem készültek az autók, akadozott a gyártás, chiphiány, acélhiány, mi egyéb. Ez dráguláshoz vezetett. Nyilván ti is emlékeztek arra az időszakra, amikor az emberek befektetési jelleggel vettek Toyota RAV4-eket, meg követtek el egyéb spekulációs hülyeségeket. A szakértők szerint mostanra viszont több autó van a piacon, mint amit a fizető képes vásárlóvevő fel tud szívni, ezért áresés következik be. A kereskedésekben állnak a betárazott készletek, amik a pandémia alatt után magasabb áron vettek, hiszen pörgött a piac, ellenben most gyengül a vásárlóerő, ugye volt egy kis infláció, mi egyéb, ami azokat a vásárlókat hozza a helyzetbe, akinek meg mégis van pénze. Viszont nem biztos, hogy lehet hatalmas
market crashről, tehát ilyen piaci összezuhanásról beszélni, mert az angol piacon nem ez az első ilyen. 2013-ban és 20 novemberében is tapasztaltak ilyet, akkor is ilyen 3% környéki, vagy picivel afeletti visszaesést regisztráltak ugyanebben az október-novemberi időszakban. Sok piaci szereplő most egyszerűen nem vásárol autókat, buying band vezetnek be, addig, amíg nem nyugszik le a piac. Tehát ismét csak arra következtetünk, hogy nem dől össze az angol használt piac, egész egyszerűen csak normalizálódnak az árak. Nyilván az angol piac számunkra kevésbé érdekes, de érdekelt, hogy mi megy a hazai használt piacon, ezért fölhívtam Lackó Istvánt, az autórevizort, aki ugye munkájából adódóan képbe van az árakkal, meg úgy általában használt autókkal. Szerinte a hazai használt autó piac az beállt, mint a klinikai halál, tényleg nincs rá jobb szó, 15-20%-os visszaesést tapasztal az árakban. Ő is azt mondta, amit ugye az angol helyzetnél is tárgyaltunk, hogy a Covid és a háború, a chip hiány, az acélhiány, a gyártókapacitás lecsökkenése, ez mind felverte az új autóárakat. Nagyon fontos, hogy ebben a videóban egyszerre beszélünk új és használt autóárakról, mert ugye az új autópiac az némi késéssel mindig húzza magával a használt autópiacnak az árait, és ami az új autópiacon végbe megy, az szépen lassan végbe fog menni a használt autópiacon is. Akkor leszűkült a gyártókapacitás, felmentek az árak, ami miatt felmentek az új autóárak, ami miatt felmentek a használt autóárak is. A Covid alatt a használtautó.hu kínálata az ilyen 65 ezer autó körül alakult. Hogyha fölmentek rá ma, tehát így január 19-én, amikor ezt a videót felveszem, akkor valamivel 100 ezer alatti autót láthatok, tehát bő 30%-kal több autó van most a használt piacon, mint a Covid alatt. Tovább rontja a helyzetet az, hogy sok gyártó csak egy-másfél év késéssel tudta vállalni az újonnan vásárolt autók leszállítását, és ezek közül a késő autók közül van sok, amik bizony most kerülnek be a használt piacra, tehát még jobban telítik a piacot, miközben az embereknek még kevésbé van pénzük autót vásárolni. Külön érdemes vizsgálni az elektromos autókat, mert ahogy az autórevizor felhívta rá a figyelmet, a használt piacon feltüdeleztek a 2020-as facelift előtti Tesla Model 3-osok 9-essel kezdődő árcédulával. Berakom ide a screenshotot, nézzétek meg, egy Model 3 Long Range, tehát a nagy aksis összkerekes változat, 140-valahány ezer kilométerrel, 9 millió forintért. Azért ez eszméletlen durva, nyilván ezen érezhető a Tesla agresszív árazási politikája. Megkérdeztem az autórevizort, hogy ő 13 millió forintért adta el egy évvel ezelőtt az ugyanilyen Model 3-asát. Na most az az ember, aki esetleg arra appellált, hogy majd jó áron tudja tovább értékesíteni az autóját, az most valószínűleg ül otthon, csinált egy ilyen kis Elon Musk vudubábút, és így szurkálja egy rohadt nagy kütőtűvel, mert kirántott a zsebéből 4 millió forintot. Halkan jegyzem meg, saját bevallása szerint az autórevizor maga is bukott ezen az autón. És ugye most megcsapták a Model Y árát is, tehát most már 17 millió forint vásárolhatunk egy hátsókerekes kisaksis Tesla Model Y SUV-t, ami most már tényleg eszméletlen jó díjnak tűnik, és ezt a helyzetet tovább fogja bonyolítani az, hogy ugyancsak a cégeknek, de elérhető lesz rá 4 millió állami támogatást, ami tovább görbíti a piacot. És nem csak a Teslákat, hanem a többi EV-t is. Van egy barátom, aki egy BYD Atto 3-asnak a vásárlását tervezi, és a kereskedő azt mondta neki, még a Model Y árcsökkenés előtt, hogy drágítani terveznek az autókon, tehát hogy feljebb viszik néhány százalékkal az árat. Viszont amikor legközelebb visszament, megtörtént a Model Y árvágás, és akkor azt mondták nekik, hogy törölték ezt a gondolatot, hogy az autóknak növelni fogják az árát, sőt, álgaranciát adnak egészen 408 forintos euróig a most megrendelt BYD-kra. Tehát a Tesla árvágása az nem csak a használt Teslák árára hat ki, hanem az egész itthoni EV piac, tehát az összes, az egész elektromos autópiacnak az árait befolyásolja, mert hirtelen a nálunk mondjuk drágának számító 20 milliós autók, azok így beestek 17 millió környékére, ami hát nyilván sok, hogyha bérből és fizetésből élő emberként gondolkodunk, de hogyha meg a 12 milliós Golfok és Corollák környékéről közelítjük meg, akkor meg nem is annyira sok. Saját földhöz ragadt példa amúgy, hogy ne csak így a 10-20 milliós árkategóriába dobálózzunk, meg a gamercik környékén, hogy én 2019-ben 1,8 millió forintért vettem a vezetett szervizkönyves, akkor 175 ezeret futott Toyota Priusomat. Na most a Covid alatt ezek az árak elindultak föl,
felé, szintén a revizor mondta, hogy látott kettes Priuszt 3 millió forint környékén, ami hát akkor is abszurd volt, viszont most ezek az árak is szépen visszacsorogtak 2 millió forint környékére. Tehát beszélhetünk itt is egyfajta piac megnyúlásról, de ne felejtsük el, hogy volt egy viszonylag komoly infláció, tehát ez az 1,8 kötőjel 2 millió forint, amennyiért egy jobb állapotú Prius ment a Covid előtt, na az az 1,8-2 millió forint, az most már egész egyszerűen nem ér annyit. Hogy mi jön? Na azt nem lehet tudni, a revizor szerint elkerülhetetlen bizonyos kereskedések bezárása, hiszen kénytelenek kvázi bukóval adni az autóikat, mert hogy egész egyszerűen senki nem fogja megvenni őket, és akinek nincs elégséges pénzügyi tartaléka, az ezt az időszakot nem fogja tudni kibekelni. Viszont azok a vásárlók, akiknek mégis van pénze, azok jól is járhatnak, egész egyszerűen higgadtan kell keresni és higgadtan kell alkudozni, akkor elég jó bizniszt lehet csinálni. Hogyha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel a Check Engine-re, nyomjatok csengőt, lájkot, hamarosan folytatjuk.